37-ben mikor a hősünk, Dani még a gimibe járt. Nem sejtette, milyen gyorsan jön majd el a változás. Járt oda egy másik gyerkőc, úgy hívták Magyar Zoli. Mindig lesett Dánielről, mikor jött a nagy Dóli. Zoli volt a rámenős szájhős, és legnagyobb riválisa. Dani volt az osztály első, csak tornából volt hármasa. Csúfolták is sokan a srácok, pedig tudták, hogy jó ember. De Dani neve kicsit más volt, úgy hívták, hogy Rosenberg. A vonatok indulnak, a jó napok elmúlnak, rideg helyeken száguldva ájultam. Akárhova visz lesz új nap, a gonosz oda már nem nyúlhat. A szív egy gyertya, amit elfújnak, de meggyullad. Szurman László, emlékezzetek! Ember, emlékezz! Elmélkedj! A halálba belenyugvó, arctalan lelkekről, a szöges drót húsba égő fonatáról, a kínról s fájdalomról, a behorpat arcsontokról, szárazon lepergő könyvkristályról, szívedben emlékezz! Ha sorsod jobb lesz majd, emlékezz arra, mikor szűk, álmos ablakod árnyékba borult, s vaskesztyűs öklök dobhártyádban tépték, rágták, szaggatták az ideget. Mikor szűk, álmos ablakod berepett, s mint betaposott jégtakaró alól szivárgott fel a gyűlölet. S ahogy a katonák beléptek, mikor az utolsó gyertyák elégtek, sáros csizmájukat láttad csak, zokogó apát könnyein át, a fájdalom keserű fintorát, mikor anyád csak téged ölelt, s földön fekvő apádért némán, hangtalan kiált. Emlékezz majd, emlékezz arra is, mikor elbúcsúztál volna családodtól, ott, a fekete vonatnál, hogy meghalt minden szó, s árvaság borult rád, mert nem láttál már mást, csak apádnak s anyádnak könnyektől áztatott lábnyomát. A holokauszt áldozataira a mai napon együtt emlékezünk. Külön köszönöm a Békési Római Önkormányzatnak azt, hogy engem fölkértek arra, hogy mondjak néhány szót köszöntőgyalánt, hiszen a polgármester a város egységét képviseli, és a város egységében, egységes társadalmában ugyanúgy helye van a nemzetiségi önkormányzatoknak, a nemzetiségi embereknek is, mint a többségi társadalom résztvevőinek. Fontos ez, hogy együtt emlékezzünk, és együtt ünnepeljünk is. Ünnepeken már gyakran voltunk együtt, hiszen rendszeresen meghívottja vagyok a roma báloknak, különböző rendezvényeknek. Úgy illő, hogy akkor is jelen legyünk, amikor közösen emlékezünk olyan eseményre, ami egy nagyon nagy szégyen volt az emberiség történetében, együtt a holokauszttal, együtt más olyan eseményekkel, amelyek a háború során emberek népirtásába került. Békés társadalmának jelentős részét, több mint 10%-át alkotja a cigányság. Nagyon beépültek már, és szervesen beépültek a város életébe, és azt kell, hogy mondjam, hogy főleg az utóbbi időben, de a korábbi időben is az egymás mellett élés az egyre inkább kiegyensúlyozott, és egyre inkább tudjuk egymás munkáját segíteni. Ezért is tartom fontosnak, hogy jelen legyünk itt. Jelen kell lenni, és együtt kell emlékezni azért is, mert egy olyan gyalázatos eseményről, vagy eseménysorról, vagy történésről emlékezünk, ami az emberiség történetének, mint említettem, hatalmas nagy szégyene, és ha ezeket a megemlékezéseket rendszeressé tesszük,
a generációknak átadjuk, nem felejtjük, még 60 év után se, vagy lassan 70 év után sem felejtjük, akkor ezek élőn megmaradnak az emlékezetünkben, és valamennyiünket arra figyelmeztetnek, hogy nem történhet semmilyen módon, semmilyen okból népirtás, sem fai, sem politikai, semmilyen egyéb indítatásból sem történhet. Köszöntök én is mindenkit a Békésirom a Nemzetiségi Önkormányzat nevében. Én úgy gondolom, hogy nekünk a roma önkormányzatnak kell külön köszönetet mondani a polgármester úrnak, hogy ilyen pozitív hozzáállással a város is oda tette emellé a rendezvény mellé azokat a szükséges kellékeket, ahogy ezt ilyen színvonalon meg tudjuk rendezni. Gondolkoztam azon, hogy mik azok a dolgok, amikről most tudnék beszélni, de úgy gondolom, hogy konkrét adatok nagyon, nagyon sok mindenre rávilágítanak, hogy mik történtek az elmúlt időben. És ezekből szeretnék felolvasni egy párat. Himmler 1942. december 16-án kiadott úgynevezett Auschwitz parancsa, ugyanaz jelentett a romák számára, mint a Wannsee konferencia 1941. január 20-án a zsidók számára. A tömeges megsemmisítéshez vezető utat. Auschwitz-Birkenau-ban kialakított cigányláger első foglyai 1943. február 26-án érkeztek. A Birkenau 2E táborban cigány családokat tartottak fogva. Fennállása alatt összesen 20.934 cigány, férfit, nőt és gyermeket regisztráltak. 1944. augusztus 2-án 1408 személyt munkaképesnek nyilvánítottak és más lágerekbe szállítottak. Még ugyanezen az éjszakán likvidálták az elkülönített cigányláger maradékát. 2897 nőt, férfit és gyermeket gázosítottak el az ötös krematóriumban. Mengele és kollégái több orvosi kísérletet hajtottak végre cigányokon. Tesztelték, hogy meddig tudnak életben maradni azok, akik csak sós vizet kapnak, és hogy az eszméletlenségre fagyasztott emberek mennyi idő alatt térnek magukhoz. Egyedül 1945. januárjában 140 cigánylány sterilizáltak a Ravensbrücki táborban, a legfiatalabb közülük 8 éves volt. Magyarországon még ma is szám is olyan feltáratlan tömegsír van, ahol jeltelenül, végtisztesség nélkül fekszenek a vészkorszaknak roma áldozatai. Auschwitz-Birkenaui tábor történetének hivatalos honlapja szerint a láger áldozatai közt a cigányság volt a harmadik legnépesebb csoport. 1940-42 között még csak pár százan voltak, ám 1943 után már ugrásszerűen nőtt a számuk. Ekkor már egész családokat deportáltak ide. De akárhány ezer is a legyilkoltak száma, tömegmészállások áldozatául esett cigányok fekszenek máig is jeltelen gödrökben. Komárom, Szabadbattyán, Pocsaj, Kiskassa, Lajos Komárom, Várpalota, Lengyel és Lenti, Szabadegyháza és Inota árkaiban. Nevüket nem őrzi semmiféle jel, a mai utódok pedig késlekednek a szembenézéssel és a számadással. És a gyűlölet régi és mai szítóit meghátrálásra kényszerítjük, és baráti kézfogással együttműködő, békés, erős Magyarországot építsünk. Köszöntöm a kedves polgártársokat. Szokásomhoz híven nem meg szeretném mondani a tutit, hanem együtt gondolkozásra szeretném hívni önöket. Az 1945 utáni teológia legfontosabb kérdése az, hogy Isten hol volt? Hol volt Isten a 39-től 44-ig, 45-ig terjedő időszakban? Ezt mindannyiunknak fel kell tenni ezt a kérdést, fel is tesszük. Én úgy gondolom, hogy a Bibliában benne van a válasz, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És azt mondhatjuk, hogy Isten, aki ott van a szenvedők mellett, ott volt a vonatokban is, és ott volt a gázkamrákban, ott volt a táborokban is. Az a szörnyűség, ami megtörtént, az valamikor korábban kezdődött. És talán így megérthetjük azt, hogy a mai világban is, a mai napokban is, hogy történhetnek meg olyan dolgok,
hogy nemzet nemzet ellen támad, ami egyébként benne van az igében, hogy az utolsó időkben ezek a dolgok eljönnek a nagy hitelhagyásnak a következtében. Így érthetjük meg azt, hogy miért van a gyűlölet és miért megy. És én ezen a helyen köszönetet kell, hogy mondjak a pünkösdi karizmatikus egyházaknak, akik Magyarországon működnek, mert a történelmi egyházak mellett ők is nagyon szép példát mutatnak arra, hogy különféle nemzetiségek hogy tudnak békében, Isten dicsőítve egymással együtt dolgozni, és egy gyülekezetben dicsőíteni az Urat. Végezetül pedig az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkon. Amen.